Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. Egy korábbi részben beszéltünk már a garantált kilométerekről, és a mostani alkalommal szeretném ezt egy kicsit nektek alátámasztani, vagy bebizonyítani. Mégpedig egy olyan példán keresztül, amihez elég mindenkinek a józan paraszti eszét használnia, vagy a logikáját, ugyanis vannak autótípusok, ahol nem, vagy csak nagyon nehezen lehet pörgetni a kilométerórát. Az egyik az ez. Szóval a Volvo V60 plug-in hibrid az az autó, amit nagyon-nagyon macerásan, vagy leginkább nem lehet hitelesen pörgetni, tehát utána ki fog bújni a szög a zsákból, hogyha rádugunk egy megfelelő diagnosztikai műszert, ezért nem is nagyon foglalkoznak vele az órapörgetők. Egyébként a sima V60-at simán minden további nélkül átírják, de a plug-int a hibridsége miatt, illetve a szoftveres különbségek miatt nagyon nehéz pörgetni. Hogyha felmentek bármilyen használt autós hirdetési platformra és megnézitek a 10 év körüli V60 plug-in hibrid példányokat, ott jellemzően 300 ezer kilométer környéki vagy a fölötti futás teljesítménnyel találkoztok. Tehát abban azért szerintem könnyű belegondolni, hogy egy plug-in hibrid autót, még akkor is, hogyha dízel, jellemzően azért nem arra vesznek, hogy reggeltől estig utazgassanak vele, többel a városi forgalomba használat, mint mondjuk a Prága és mondjuk Madrid közötti rohangálás, tehát hogy azt várná el az ember, hogy egy sima dízelhez képest ebben azért valamennyivel kevesebb legyen a futás teljesítmény, ehhez képest mondom, a legtöbben 300 ezer kilométer környékén van, ebben a jószágban is van 270, zárójelben hozzáteszem, nagyon-nagyon jó állapotban van ez az autó műszakilag, és itt jön a csavar, magatok is leellenőrizhetitek, szintén nézzétek meg ugyanezt az autótípust, a V60-as Volvo-t, ugyanezzel az évjárattal, hát 2-4 dízelbe elég ritka, nem is nagyon hirdetnek jelenleg, úgy tudom, itthon, de 2000-es dízellel nézzétek meg, a legtöbb, talán ha 2-3 példányt találtam, ami 300 ezer kilométer körüli futás teljesítménnyel rendelkezik, meg egy párat, ami ilyen 260-280, a legtöbb az ilyen 200 körül van, 180, 160, 110, 200, 210. Tehát, hogy mennyire életszerű, hogy ugyanez az autó, ugyanebben az évjáratban, 2 literes dízel motorral fele olyan futás teljesítménnyel rendelkezik, mint mondjuk ezek az autók, amiket köztudomású, vagyis hát nem köztudomású, most már igen, hogy elmondom, szóval köztudomású, hogy ezeket nem nagyon lehet pörgetni, itt azért nagyjából hihetőek a futás teljesítmények. Nagyon jó referencia ez, mindenki gondolja át, nézze meg, ellenőrizze le, amit mondtam, és aztán meg írjátok meg kommentbe, hogy mi erről a véleményetek. Köszönöm, hogyha megosztjátok ezzel kapcsolatban a véleményeteket, meg persze a videónkat is, iratkozzatok fel, lájkoljátok, sziasztok!